Tehát akkor köszöntök szépen mindenkit. Ugye ez a Capsicum című előadás, arról szólna, hogy a FreeBSD hogyan gondolkodik a biztonságról. Én pedig Páli Gábor vagyok, a Magyar BSD Egyesületnek a képviseletében, annak lennék az alelnöke, illetve tulajdonképpen az aktivistája is, és ennek a színeiben tartom az előadást. De egyébként szoktam FreeBSD fejlesztőként is tevékenykedni, hiszen a FreeBSD projektnek a tagja vagyok. Viszont mielőtt nagyon belemennénk, azért tisztáznám az esetleges félreértéseket, hogy én nem vagyok ennek a keretrendszernek a fejlesztője. Én csak egy kíváncsi fejlesztő vagyok, arra vagyok kíváncsi, hogy más fejlesztők mit csinálnak. Esetleg, hogyha valaki emlékszik, akkor ugye tavaly decemberben tartottam egy előadást Mirás címmel. Az is szintén egyébként biztonsági témáról szólt, hiszen ezek a projektek valamilyen összefüggenek. Ugye akkor említettem, hogy tavaly tulajdonképpen a Cambridge-i számítógép laborban voltam gyakornokként, és tulajdonképpen ott kapcsolatban voltam ezekkel a fejlesztőkkel is, hiszen ez a két projekt, a Mirage és a Capsicum, az tulajdonképpen egy helyen fejlődik, mondhatni karöltve. Remélhetőleg az előadás végére látszódni is fog a kettő közti kapcsolat. Tehát tulajdonképpen ezért is gondoltam, hogy megnézem már, hogy mit csinálnak a szomszéd szobában. Illetve hát azért is fontos lenne szerintem ezt az előadást így megtartani, vagy beszélni egy kicsit erről, mert úgy tapasztaltam, hogy sok ember azt se tudja, hogy mi fánterem a FreeBSD-ben manapság a technológia. Igazából a Capsicum az pont egy ilyen technológiának tekinthető, hiszen ez egy olyan dolog, ami FreeBSD-ben jelent meg először, ez egy újítás, és más rendszerrel kezdték el portolni. Nagyon felkapott megoldásnak bizonyult, hiszen a Google és a DARPA, az Amerika Health Ministerium is elkezdte támogatni ezeket a kapcsolatos projekteket, tehát igen nagy költségvetéssel dolgozó projektről van szó, és nagyon sok profi szakember dolgozik rajta, és mégis kevesen ismerik idehaza. Jó, nyilván Magyarország kisország, ez érthető, de azért érdemes lenne egy pár szót azért mégis erről ejteni, hiszen azért itt is fejlődnek dolgok. Szóval alapvetően erről szólna az előadás, és akkor nézzük meg, hogy miről is beszélünk először. Ugye a Capsicum egyébként a capability kifejezésből ered. Nem tudom, hogy valaki egyáltalán ismeri ezt a capability szót, hallott-e már biztonsággal kapcsolatban erről. Ugye a capability az igazából egy ilyen biztonsági megoldás, egy biztonsági rendszer. Ezeket angolul, ugye az angol kifejezés, a capability, nem mertem lemagyarítani, tehát nem vállalkoztam arra, mint a kiskapu, hogy lefordítsam. Maradjunk ennél, hiszen nincsenek meghonosodott magyar változata. Tehát az angolban ugye a capability based systemeknek szokták nevezni, ez egy biztonsági megoldás, ahol tulajdonképpen ilyen, hát ilyen capability, tehát mondhatnánk, hogy a képességek, jogosultságok alapján szabályozzuk tulajdonképpen a hozzáférést különböző objektumokhoz, és ezek a capability rendszerek azok, amik igazából az alapot szolgáltatták a Capsiconhoz, tehát hogyha már valaki ismeri a capability-ket, akkor nagyjából sejthető, miről lesz szó. Természetesen nem pontosan egy capability rendszer lesz, hanem annak egy módosított változata. De mielőtt még ebbe belefolynánk, megmutatom, itt van egy képem, ez a Cap Computerről készült. Ez 1970 és 77 között működött. Ez egy valóban működő gép volt, és ott a Cambridge számítógép laborban fejlesztették ki, dolgozták ki. Tehát innen is erednek a szálak, hogy ennek már van egy múltja tulajdonképpen a Cambridge kutatók körében. Ez az a rendszer, amit tulajdonképpen ezeket a capability-ket nem elsőként, de az első között implementálta. És itt tulajdonképpen ez egy olyan számítógép volt, ami hardveresen képes volt ezt implementálni. Tehát ugye a capability-t úgy fogalmaztam meg, hogy vannak képességek, tulajdonságok, amiket objektumokhoz kapcsolunk, és azzal tudjuk szabályozni tulajdonképpen a hozzáférést, erről szól az egész. És itt most csak annyit kell elképzelni, hogy van egy standard rendszerünk, amit kiegészítünk egy plusz regiszterrel, ami igazából hardveresen tudja ezeket a jogosultságokat, ezeket a capability-teket adminisztrálni. És ugye ez volt ennek az első ilyen megjelenése. Ez az a capability rendszer, amit itt látható, és tulajdonképpen látszik, hogy az ötlet teljesen nem új, hanem már régóta is létezett, de valahonnan innen út a 70-es évek környékéről. Tehát itt készítettem is egy ábrát egyébként, hogy érzékeltessem, hogy hogyan kell egy capability-t egyébként a gyakorlatban elképzelni. Mik is ezek az objektumok? Hát tulajdonképpen objektumok bármik lehetnek, bármilyen erőforrás, ami a rendszerünkben megtalálható. Itt ugye most egyébként fájlhozzáférést láthatunk, arról ragadtam ki egy ilyen ábrát. A képnek ugye a bal oldalán tulajdonképpen azt láthatjuk, ami normál esetben történik. Ezt úgy neveztem, hogy normál jogkört. Az angolban ezt úgy írták, hogy ambient authority, ugyanis minden processz, ami fut ugye egy rendszerben, annak van valamiféle jogosultsága. Általában ez a felhasználók a jogosultságával működik, a felhasználó jogait használja fel a processz. Tehát, hogyha én most elindítom a saját felhasználóval mondjuk a böngészőt, vagy a Midnight Commandert, vagy a Shell-t, akkor az bármit megtehet, amit én megtehetek, hiszen ugye én utasítom, de valójában neki megvan minden képessége hozzá. Tehát itt láthatjuk, hogy tulajdonképpen
mindent szabad, amit a felhasználók lehet, tehát hozzáfér az állományokhoz, és így tovább, és így tovább. Ugye ezért is vezették be a standard ilyen permission alapú rendszereket, a Unixban is ez a RVX bitek, hogy ne lehessen bármelyik felhasználók bármihez hozzáférni. Ezeket a rendszereket egyébként ugye úgy hívják, hogy DACS, ez a Discretional Access Control, amikor egy előre meghatározott séma szerint, ugye a jogosultságok szerint meghatározzuk, hogy ki melyik fájlhoz fér hozzá a rendszeren belül, és tulajdonképpen ezt tudja követni, tehát ez az, amit tudunk itt használni, egy relatíve hát, statikus rendszer. Abban a tekintetben statikus, hogy a program futása során például csak külön rendszerhívásokkal változtathatjuk meg ezeket, de maga a program ezzel nem foglalkozik. Majd ezt látjuk később, hogy itt a Capsicum esetén ennek jelentősége lesz. Szóval azt láthatjuk, hogy a normál jogkör esetén vannak ezek a különböző rendszerhívások, ezek ugye szépen továbbadódnak és lefutnak, és ugye eljutnak az operációs rendszer belsejéig, a kernelig, és az pedig a fájrendszert, vagyis konkrétan a merevlemezt fogja vezérelni a segítségével. Viszont, hogyha van egy ilyen capability módunk, ugye ezekre a jogosultságokra építünk tulajdonképpen, akkor azt láthatjuk, hogy itt már nem mindegyik műveletet engedélyezzük, hanem vannak olyan műveletek, amik az adott capability módban engedélyezettek, és vannak, amelyek nem. Tulajdonképpen a capability mód az úgy is elképzelhető, mint egy ilyen sandbox. Tehát, hogy bezárjuk egy ilyen dobozba ezt az alkalmazást, és megtiltjuk bizonyos műveleteknek a használatát, és tulajdonképpen a capability-t itt úgy is el lehet képzelni, hogy az a szűrő, ami megmondja, hogy milyen műveleteket tudunk ebben a sandboxban használni, melyik engedélyezettek ebben a dobozban és melyek nem. Tehát itt lehet látni, hogy ugye egy olyan capability módban van az adott processz, hiába normál jogkörből indult, bezártuk egy ilyen dobozba, ahol már nem engedjük mondjuk az open hívást, hogy használja. Látható, hogy viszont az open-et hívást azt engedi, és ugye ez tovább is megy a file rendszer felé. Tudja valaki esetleg a kettő közt a különbséget az open és az open-et között? Nem feltétlenül kell tudni, hiszen ez inkább fejlesztői dolog. Hát igazából az open-et az relatív állomány, vagy hát igen, elérési útvonalakat tud kezelni, az open meg tetszőleges abszolút elérést, és ez tulajdonképpen csak annyit mond meg, hogy nem engedjük ki a protest abból a könyvtárs hierarchiából. Tehát mondjuk csak lefelé tudunk menni a könyvtárfába, fölfelé nem. Tehát mondjuk az ETC passzvédét nem tudjuk megnyitni, hogyha ugye nyilván, hogyha nem a gyökérben indítottuk, hanem mondjuk a felhasználó könyvtárába, akkor nem tudunk hozzáférni a rendszer fájlokhoz, hanem csak a felhasználó saját állományaihoz. Tehát mindenképpen tiltva lesz. És akkor igazából ez a capability ezt határozza meg. És akkor lehet látni még azt is, hogy a write és a read is engedélyezett, nyilván azokra a fájlok, amikkel dolgozik, azokra megengedjük ezeknek a műveleteknek a használatát. És akkor menjünk egy kicsit tovább. Ez volt a capability-kről, tehát lényegében elő lesz szó végig. És a Capsicum egy ilyen rendszert implementál, ez a logója. Ilyen erős patika egyébként, ezt jelenti angolul ez. És itt látható az alap probléma, hogy mit is szeretnénk a segítségével megvalósítani. Tehát előbb emlegettem ezt a DACS-ot, ezt a Discretional Access Control-t. Ugye ez a klasszikus hát Windows ACLS vagy Unix permissionös rendszer, illetve hát van egy másik rendszer, a Mandatory Access Control, ahol meg különböző policy-kat hozhatunk létre, és objektumokhoz címkéket rendelhetünk, és az objektum címkék alapján megmondhatjuk, hogy melyik policy melyikre érvényes. Viszont ezek nem feltétlenül kényelmesen adminisztrálhatóak, hiszen ugye a Unix permissionokról és a Windows ACL-ekről nagyjából már sejtik többen is, hogy azokkal problémák vannak, tehát azokat nehéz kezelni, nem elég finom szemcézettségűek, ki lehet kerülni, és így tovább. A Mandatory Access Control meg az a baj, hogy általában dupla módon kell könyvelnünk. Tehát le kell írni egyszer a policy-ba, hogy mit lehet az objektumokkal csinálni, utána pedig a kódban ezt a policy-t figyelemmel követve kell feldolgozni az állományokat. Viszont, hogyha veszünk egy teljesen normális használati esetet, amit szeretnénk egyszerűvé és könnyen mondhatni sandboxolhatóvá tenni, akkor arra van szükségünk, hogy tanulmányozunk egy ilyen tetszőleges alkalmazást, mondjuk a TCP dumpot, ami ugye arra való, hogy nézi a számítógépnek a hálózati forgalmát, és ugye abból megpróbálja a benne mozgó csomókat felparszolni, és értelmezni, és kiírni a képernyőre, hogy mit lát. Tehát tulajdonképpen a TCP forgalmat tudja kilistázni, ugye ebből fakad a neve is. És láthatjuk, hogy itt például ennek egy ilyen típusú alkalmazásnak az a tipikus sémája, hogy először mondjuk a felhasználói bemenetet beolvassuk, mondjuk ez éppenséggel lehet akár a parancsori paramétereknek az értelmezése is. Aztán megnyitjuk a szükséges állományokat, hogy a Unix alatt minden fájl, tehát itt, hogyha most a TCP dumpra gondolunk, de mondom, ez nem csak a TCP dumpnak a változata, hanem sok más hasonló alkalmazásnak, akkor ott ugye a Berkeley packet filter, tehát a BPF-et használja, és akkor a dev BPF-et megnyitja, és azt kezdi elolvasni, és azt használja föl, hiszen ugye a BPF tulajdonképpen egy ilyen fájlszerű abstrakciót nyújt a csomagoknak a kezeléséhez, ugye azoknak az olvasással lehet látni, az a csomagokat írásával módosítani, és így tovább, és előkészíti a feldolgozást, és utána
tulajdonképpen az initialization rész az egyszer fog lefutni. Ez általában a TCP dump esetében azt igényli, hogy ugye rootjogosultságokkal rendelkezzen, tehát rendszeradminisztrált jogok kellenek, és ilyenkor, mint az előbb mondtam, delegáljuk neki az összes jogkörét a felhasználónak, tehát hogy a root tulajdonképpen bármilyen hozzá tud férni a rendszeren. Viszont ez, itt a probléma az lesz, hogy a feldolgozás során viszont erre nincsen szükségünk, hogy ez a delegáció megtörténjen. Tehát jobb lenne, hogyha ebben az esetben valami szűkített készlettel dolgozna a rendszer, és nem végig root jogosultságokkal dolgozna, főleg azért, mert ugye a különböző biztonsági hibák egyébként, ami a TCP dump is gyakran előfordul, azok itt inkább a feldolgozási ciklusban jelennek meg, ugye ilyen buffer overrun, meg overflow, meg egyéb biztonsági hibáknak a kihasználása, és igazából ez majd később szintén ki fog hangsúlyozódni. A feldolgozás során mi elég bizalmatlanok vagyunk egyébként a programozókkal szemben. Tehát nyilván lehetne olyat követelni a programozóktól, hogy egy magasabb szintű nyelven készítsék el, ahol kizárjuk ezeknek a hibáknak a lehetőségeit. De alapvetően itt a feldolgozás során azt mondhatjuk, hogy itt egy nagyon sérülékeny kódrészletünk van, és azért akarjuk ugye bedobozolni, azért akarjuk sandboxolni, mert a lehetőségét is ki akarjuk zárni annak, hogy ez a rendszer többi részére bármiféle hatással lehet. Ezt a sandboxolást egyébként ilyen compartmentalizationnek is nevezik, mert ilyen kompartmentekre, rekeszekre osztjuk a rendszert. Szintén az angol kifejezés használom, mert leginkább ezt lehet az irodalomban is megtalálni. Tehát igazából ilyen sandboxokra, dobozokra osztjuk fel a rendszert, és ezt a lépést ugye külön dobozba zárjuk, és ezt biztonságosan futtatjuk. És itt az lesz a lényeg, hogy az adat oda visszamozog, nyilván hiszen menet közben instruálhatjuk a feldolgozási folyamatot, de lényeg az, hogy ez az a rész, amit szeretnénk egy kicsit jobban korlátozni, hiszen itt már nem kellene rootjogosultságok, ugye igazából ez a rész már elvégezte a szükséges előkészítéseket, ami az kell esetleg a plusz jogosultság, ez pedig csak egyszerűen futtatja, amit kell, és ahhoz pedig semmit nem kell, csak egyszerűen menjen. És akkor ugye a Capsicum esetében annyi történik ilyenkor, hogy ketté vágjuk ezt a hurkot, amit láthattuk, az oda-vissza hivatkozást, és elkülönítjük a capability módot és a normál jogkört, és azt csináljuk, hogy ott a process közepén, mikor elvégeztük a szükséges inicializálásokat, akkor meghívunk egy rendszerhívást, úgy hívják, hogy cap enter, ennyi az egész, akkor innentől tulajdonképpen capability módba kerülünk a processzel. Nyilván azért nem tökéletesen ennyi az egész, hiszen emögött egy komoly kernelbeli és felhasználói könyvtárbeli támogatás van. A cap entert igazából úgy kell elképzelni, hogy van a processzünk, és akkor abból készít magából egy olyan máslatot, tulajdonképpen forkol, ami úgy fog elindulni, hogy ezt a részt futtatja alapból, hiszen ugye a forkolásnál ezt megtehetjük, hogy innen folytatjuk a feldolgozást, és nyilván amikor forkolunk, akkor megkapjuk az adott processzhez tartozó file descriptorokat is. Tehát ugye az, hogy fájlokat megnyitottunk, az nem probléma, hiszen ott a nyíl mutatja, hogy továbbítunk információkat, csak itt tulajdonképpen magukat a file descriptorokat fogjuk delegálni. Ugye ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen előkészítettünk mindent neki, és akkor utána lemásoljuk a processzt, átadjuk ugye a szükséges adatokat, amivel már tud dolgozni, hiszen bent van a memóriában, és utána pedig szépen bezárjuk ebbe a sandboxba. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen az összes olyan file descriptort, amihez nem kéne, hogy hozzáférjen, azokat szépen flasholjuk, tehát eltüntetjük, vagy lekorlátozzuk, illetve hát a címteret is hasonló módon kitisztítjuk, és egy teljesen más címtérbe fog kerülni. Tehát itt tulajdonképpen egy ilyen szétválasztás történik, és ebből is látszik a módszernek egyébként a lényege, hogy egyrészt dinamikusan történik ez a sandboxolás, tehát amikor az alkalmazás azt mondja, hogy jó, akkor most egy olyan részhez értünk, hogy akkor itt ezt a részt sandboxba kell tennünk, akkor ebből ugye készül egy ilyen másodprocesz. És amikor pedig ez létrejön, akkor tulajdonképpen itt két processzünk lesz, és ezek egymással IPC-n keresztül, tehát osztott memórián és Unix szoketeken keresztül tudnak kommunikálni. De alapvetően a cap enter ebben segít. A TCP dump esetén mindjárt meg fogjuk látni konkrétan, hogy ez mit is jelent egyébként, hogy hogyan kell átírni egy alkalmazást. A Capsicumnak az a lényege, hogy elég egyszerű egyébként, de van egy ilyen felhasználói könyvtár, a libcapsicum, ami segít ezeknek a műveleteknek az egyszerűsítésében. Tehát a lényeg az, hogy van egy alkalmazásunk, szétbontjuk két részre, mi a programozó mondjuk meg, hogy melyik résznél akarunk egy capability módba lépni, és akkor a capability módba tulajdonképpen sandboxot hozunk létre dinamikusan a cap enter segítségével. És akkor nézzük meg egyébként, hogy ez a capability mód mitől több mondjuk, mint egy CH-root, hiszen ugye a CH-rootot is használhatnánk alapból, vagy más egyéb eszközöket, ugye mondtam a mandatory access control-t, vagy egyéb DAC megoldásokat.
De például a CH root-ot nézzük, ott ugye az a probléma, hogyha azt alkalmazzuk, akkor csak arról van szó, hogy az adott könyvtár struktúrába tudjuk bezárni a felhasználót, tehát ott ugye meg tudjuk azt oldani, hogy a processzünk úgy fut, hogy nem lát ki visszafelé ugye a fölfele a könyvtár struktúrán belül. Ezért ugye meg tudjuk akadályozni, hogy mondjuk hozzáférjen az a futató rendszernek ugye a rendszerfájlaihoz. De például, hogyha megnézzük ezeket a dolgokat itt, akkor azokat abszolút nem korlátozza a CH root, mint megoldás. Csak úgy röviden végigmennék rajtuk, ugye ott van például a folyamatazonosítók, ugye ez a PID table, az ott van a kernelnek a memóriájában, hogyha például a CH root-ot használjuk, ugye alapból azt eleve csak root-ként tudjuk, hiszen az kell ahhoz, hogy el tudjuk végezni ezt a műveletet. Jó, persze utána nyilván dönthet úgy a parancs, hogy egy másik felhasználó delegálja a futtatását a folyamatnak, nem is erről van szó, de lényeg az az, hogyha mondjuk rootként akarjuk futtatni akár, és ugye a Capsicum ezt is le akarja kezelni, akkor viszont hozzá tudunk férni ugye akár a PID táblához, tehát a többi processznek az azonosítójához, akkor a különböző állományokkal kapcsolatos adatokhoz, az NFS-sel kapcsolatos adatokhoz, akkor a különböző protokoll családokkal kapcsolatos adatokhoz, ez a SysCTL értékek, ugye ez a BSD rendszerekben jellemző, ugye a SysCTL ez a tulajdonképpen egy ilyen konfigurációs adatbázis, egy ilyen fa struktúra szerűen vannak fölépítve benne az értékek, és ott lehet szabályozni a rendszer működését dinamikusan. Tehát ugye ezeket is látja akár a processz, még ilyen sima lezárt állapotában is. Akkor a különböző IPC mechanizmusokat, rendszerórák, jailek és CPU setek, tehát ez nagyon sok minden, ez egy globális névtér, ahol mind hozzáférhető, és a Capsicum a capability módban, tehát nem csak egyszerűen annyit szabályoz, hogy egy dinamikus csatornán létrehoz egy másodprocesszt, és azt mondjuk korlátozza állományhozzáférés tekintetében dinamikusan, hanem egyébként a fejlesztők megoldották azt is, hogy ezek közül is nagyon keveset lát. Igazából pontosan csak annyit, amennyi a működéséhez szükséges. Se többet, se kevesebbet. Tehát a sandboxolásnak mondhatni van egy ilyen mellékhatása is ebben az esetben. Ami elég kedvező, hiszen pont azért tették bele ezt, mert ők maguk a fejlesztők is így tapasztalták, hogy ez sok gond szokott lenni. Tehát itt lehet látni akkor, hogy tulajdonképpen egy Capsicum rendszer esetén hogyan is módosul a hagyományos felosztás. De ugye láthatjuk, hogy amikor hagyományos rendszerünk van, akkor van egy kernelünk, és ott felette fut egy Unix folyamat, hogy az előbb mondtam, hogy van egy felhasználó jogkör, és hogy azt egy alkalmazásnak tekintjük, azt futtatjuk, és akkor ugye megkapja a felhasználók a jogosultságait. Viszont a Capsicum modellben, ami tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy ez nem más, mint egy kernel, sőt egy FreeBSD kernel, ami módosítva van, de tulajdonképpen ezt a Capsicum kernelnek is nevezhetjük. Afelett már egy kicsit bonyolódik a helyzet, hiszen nem egyetlen alkalmazásunk lesz, mármint nem egyetlen processzből álló alkalmazásunk lesz, hanem arról van szó, hogy felbontjuk ugye részekre, hiszen a Capentert azt több helyen is használhatjuk, és több ilyen részfolyamatot is felépíthetünk a segítségével, és mondhatjuk azt, hogy ezek az alfolyamatok ezek külön-külön capability módba kerülnek, külön sandboxokba, amik nem tudnak egymással kommunikálni, csak ellenőrzött módon. Ugye ez az ellenőrzés az, amit a kernel egyébként megold, tehát nyilván a kernel szolgáltatja ezt a primitívet, és a kernel segítségével lehet ellenőrzötten kommunikálni, tehát ez lesz igazából a capability rendszernek az erőssége, és ebből készítünk egy logikai alkalmazást. És ez már kicsit talán emlékeztet a klasszikus capability rendszerekre is, mert azt nem is említettem, hogy alapvetően a capability rendszerek azok a mikrokernels architektúrát szeretik, ott van például az Eros, az SE, L4 és a többiek. Azok mikrokernelek, amik felé szintén fel lehet építeni ilyen alfolyamatok segítségével logikailag nagyobb folyamatokat, amik IPC-n keresztül kommunikálnak. Ezek a rendszerek mondjuk elég lassan tettek szert népszerűségre, hiszen sokáig az IPC nem volt elég hatékony ezekben a rendszerekben. Tulajdonképpen azt láthatjuk, hogy a Capsicum is visszatér ez a modellhez, hogy több kisebb folyamatunk van, jól behatárolt jogkörökkel, és ezt teszi lehető, hogy ilyen finoman tudjuk szemcsézni a különböző hozzáféréseket, hiszen a capability módban mindig ugye csak annyit adunk, amennyi az adott feldolgozás lépésre szükséges, és ugye ezek ilyen csöveken keresztül kommunikálnak, és ezeket nem rajzoltam föl, de tulajdonképpen erről van szó. Tehát így bontjuk fel logikailag az alkalmazásunkat, és az egészből ugye az a jó, hogy nem ilyen házirendek, nem külső, statikus vagy rendszeradminisztrátor által adminisztrált policy szerint, hanem az alkalmazáshoz szabva mi mondjuk meg mindig, hogy hogyan bontjuk föl az adott alkalmazásunkat, ráadásul, mint mondtam, dinamikusan, tehát attól függően éppenséggel milyen paraméterekkel, milyen feldolgozási környezetben fut. És akkor itt érdemes még egy kicsit kitérni egyébként, hogy hogyan vannak maguk a capability-k ezekben a rendszerekben implementálva. Láthatjuk, hogy itt ilyen állományfájlaírók vannak, hát elnézést itt a túl sok kernel részletért, de ezek tényleg szükségesek ahhoz, hogy kicsit bemászunk a részleteibe. Tehát igazából a capability-t ugye úgy mondtam, hogy van egy objektum, meg vannak hozzátartozó engedélyek, jogosultságok, igaz? Erről szólna a történet.
És azt szokták mondani, hogy tulajdonképpen ez majdnem olyan, mint egy állomány leíró. Esetleg, hát aki tanult C programozás, biztos ismerős ez a fogalom, hiszen elég sokat kell velük szórakozni. Ugye arról van szó, hogy amikor megnyitunk egy fájlt, akkor visszakapunk egy indexet egy globális táblázatba, ami tárolja egy struktúrában az állományhoz tartozó információkat, hogy hol helyezkedik el a fájlrendszerben, hol tart az olvasás, és így tovább, tehát a fájlhoz kapcsolódó állapotokat. Ugye ez ugyanaz, mint C-ben. Most annyi a trükk, vagy annyi a plusz a történethez képest, hogy itt a fájlt azt még bevreppeljük egy ilyen capability struktúrával, tehát tulajdonképpen annyi történik, hogy hozzáépítünk így teljesen kompatibilis módon egy, ugye, egy plusz mezőt, ezt így is fogalmazhatjuk, és akkor ez a capability struktúra fogja tartalmazni azokat az információkat, ezeket a különböző jogosultságokat, amit az adott fájlhoz, erőforráshoz engedélyezünk. Tehát tulajdonképpen ezek adnak meg egy ilyen maszkot, ami megmondja, hogy az adott file descriptort, erőforrást milyen engedélyek mentén tudjuk elérni. És akkor tulajdonképpen a capability az maga az a referencia lesz, az index abban a táblázatban, ami azért biztonságos, ugye, mert így csak azzal a számmal szaladgálunk, és azt nem tudjuk kompromittálni. A kernel majd lekezeli a táblázatokat, és ő majd ezeket irányítja. Mi csak ugye visszakapunk megint egy ilyen számot, és azzal tudunk hivatkozni, akkor én ezen a capability-n keresztül el szeretnék valamit érni a rendszeren belül. És akkor lehet látni, ugye, hogy itt végül itt ezek már ugye egy struct file-ban végződnek, hiszen itt mögöttük egy állomány áll, de hogyha tudjuk, hogy Unix-ban minden fájl, tehát ez lehet szinte bármi. És ugye itt most éppenség egy vnode van mögötte, hogy ez a VFS layer-en keresztül szépen folyik tovább. És akkor ez a módszer nagyon jól alkalmazható több különböző alkalmazásnak a felbontására is. Itt például az Apache van kiemelve példaként, hiszen az Apache tipikusan egy olyan alkalmazás, ami rengeteg sebezhetőségtől szenved, illetve állandó célpontja a különböző támadásoknak. Itt láthatjuk, hogy itt is az Apache-ot ugye föl tudjuk bontani különböző logikai, illetve egy logika alkalmazás, ami különböző alprocesszekből áll. Ugye ez a főprocessz, ez a controller process, és akkor vannak különböző workerek, amik kiszolgálják a beérkező kéréseket. És akkor lehet látni, hogy a Capsicum segítségével tulajdonképpen meg lehet azt csinálni, hogy a controller process az hozzáfér az Apache-nak a konfigurációs fájljaihoz, meg hozzáfér a www könyvtárhoz, ami tárolja a különböző szájtokat, de a különböző workerek azok leszűkíthetőek úgy, hogy csak a saját szájtjuk információhoz férjenek hozzá. Tehát amikor ugye fut az Apache, akkor szépen a kepentes segítségével is fel lehet darabolni ezekre a részekre, és ugye meg lehet mondani, hogy akkor mit tud csinálni ezzel a résszel. Nyilván itt írni, nem tudom esetleg olvasni, nem tudom mennyire van erre szükség, de lényeg az, hogy csak ezeket a részeket látja. De nem egyszerűen csak arról van szó, hogy ezt már a rendes Unix permissionokkal is meg lehetne csinálni, de itt ugye további dolgokat is tud limitálni, tehát például a CH mód vagy egyéb adminisztratív műveletek sem végezhetőek el, csak akkor, hogyha a capability engedélyezi. Sőt, van olyan capability, ami ugye a külön engedélyezés azt is, hogy lehessen mozogni a fájban. Tehát nem egyszerűen csak olvasni szekvenciálisan, hanem a pozícionálás is külön engedélyezni kell. Tehát ennek sokkal szigorúbb, sokkal apróbb szemcsézettségű rendszerre kell itt gondolni, nem egyszerűen csak arra 3 bitre, és azt tették bele egy külön struktúrába, hanem egy nagyon hosszú lista. Mondhatnám azt, hogy hát ha valaki, hogyha megnézi a Capsicumnak a manoldalát, vagy a CapEnternek a manoldalát, akkor láthatja, de hát gondolom nagyon kevesen futtatnak FreeBSD-t, bár abban bízok, hogy az a kevés, aki itt van, az talán használ FreeBSD-t. Szóval aki a 9-es, 9-1-est nézegeti, abban van egy ilyen manoldal, és ott elég sok ilyen capability fel van sorolva. Na, azok mindegyikét ott be lehet kapcsolni, nyilván összevetésen, és azokkal együtt lehet szabályozni a hozzáférést. És lényegében ennyi a módszer, hiszen a Capsicum alapvetően egy nagyon egyszerű rendszer, ezt úgy nevezik, hogy pehelysúly gyakorlati capability rendszer, tehát nem célja mikrokernelesre alakítani a FreeBSD-t, vagy nem célja elbonyolítani az egészet, hanem a célja az az, hogy nagyon egyszerűen bővíthetőek legyenek az alkalmazások, csupán pásol segítségével lehessen ilyen sandboxokat kialakítani, lehet látni, hogy csak a kepentert kell használni. Jó, nem teljesen a kepentert, mindent látjuk, hogy kell egy-két segédfüggvény is, de alapvetően erre alapozódik az egész módszer, és a kernel mindent megcsinál szinte magától, és ugye a kutatók olyan messzire jutottak, hogy a Chromiumot alig 100 sor módosítással át tudták alakítani ilyen sandboxolt változatra, ami nem is olyan rossz, hiszen a konkurensek azok 500 sortól 10.000 soros módosítások környékén voltak, tehát nagyon könnyű kis módszert kaptunk, de mégis hatékony és mégis működik, hiszen a szükséges capability-ket ugye tudja implementálni. Viszont azt érdemes megnézni, hogy ez a logikai alkalmazás felbontás ez rengeteg problémát hoz magával, hiszen ugye gondoljunk bele, hogy korábban volt egy processzünk, most van egy csomó, ami kommunikál egymással, és ez igazából ilyen elosztott rendszerként fog viselkedni, elosztott alkalmazásunk van, amit nem feltétlenül egyszerű debugolni, vagy fejleszteni,
De amikor mondjuk földaraboljuk a Capsicum segítségével, akkor sajnos szembe kell néznünk ezzel a problémával is. Illetve hát a másik dolog az az, hogy hol bontsuk fel az alkalmazás sandboxokra. Tehát ez sem feltétlenül triviális. Ez sem feltétlenül egyszerű. Nyilván itt mondom, vannak egyszerű példák, amiknél ez nagyon jól működik. Az ember könnyen fellelkesedik, csak aztán találkozik egy-két trükkösebb alkalmazásokkal, és akkor elgondolkozik, hogy mi legyen. Természetesen ez sem okozhat gondot a felszínűknek, mindjárt kitérünk rá, de akkor nézzük meg előtte, hogy is néz ki egyébként egy ilyen darabolás. Tehát hogy a TCP dumpot emlegettem, mint ilyen rossz fiút, ami érdemes bezárni egy ilyen sandboxba. Hát tulajdonképpen ennyi módosítás kell, ami itt látható. Ez nyilván nem a TCP dump teljes forráskódja, hanem csak annak egy része. Azt láthatjuk, hogy fent inkludolni kell a syscapability.h-t, hogy ebben vannak a különböző prototípusok, amik a primitívekhez tartoznak. És ott van egy ilyen pickup loop. Azaz a loop, ugye, ami feldolgozza a különböző csomagokat az inicializálás után. És akkor azt láthatjuk, hogy előtte vannak ezek a cap kezdetű sorok. Ezt most egyébként a 10-es FreeBSD-ből vettem. El kell ismernem, hogy a Capsicum még annyira új dolog, hogy még folyamatosan változik az API-ja. Tehát a CapEnteren kívül még kicsit így fluktuál, mit hogyan hívnak. De a cap rights limit az tulajdonképpen azt jelenteni, tehát ennek megvannak a ekvivalens változatai korábbi verziókban, csak mindig átnevezgetik. Szóval mindegy, az a lényeg, hogy ott lehet látni, hogy melyik file deszkriptorra vonatkozóan milyen capability-t akarunk hozzárendelni, és nyilván ott van egy hibakezelés, hogy sikerült-e vagy sem. Tehát, hogyha megnézzük, akkor tulajdonképpen itt most a három standard állományra, ugye a standard input, standard output, standard errorra állítjuk be ezeket a jogosultságokat, és akkor mindegyikre megmondjuk, hogy mit csinálhatunk. Tehát például a standard inputra csak fstatot engedélyezünk, tehát a file-hoz kapcsolódó statisztikákat olvashatunk ki, akkor a standard outputra ott lehet szíkelni és lehet írni, a standard errorra meg szintén szíkelni és írni lehet, és kész. És azt mondjuk, hogy cap enter, aki bújt, aki nem, innentől ezzel a capability-vel fog futni. A capability-nek egy fontos tulajdonsága egyébként, hogy nem lehet növelni a jogkört, csak csökkenteni. Tehát óvatosan kell bánni, úgy kell ezeket a limiteket felállítani, mindig csak szűkíthetünk ezeken a jogkörökön, tehát ugye fentről megyünk lefelé. És akkor ugye, amikor beállítottuk ezeket a jogköröket, akkor a cap enter segítségével tulajdonképpen el tudjuk végezni ezt a sandboxba ágyazást, és kész, és ennyi volt. Ennyi a módosítás, ami kell ahhoz, hogy egy TCP dump sandboxolva legyen, az előbbi kétfelé bontás alapján. És egyébként a FreeBSD-ben van egy Proxstat nevű utility, amit nem véletlenül készítettek egyébként részben, azért, hogy az ilyen capability-ket meg lehessen vizsgálni. Ez a Proxstat, a neve is sejteti, ez ilyen a futó folyamatokról lehet lekérdezni információkat. Azt hiszem a 8-as BSD, FreeBSD-ben jelent meg először. És itt a -fc segítségével meg lehet kérni a rendszert arra, hogy írja ki az adott processhez kapcsolódó capability-ket. Itt ugye meg azt lehet látni, hogy itt lekérdezem a PID-jét ennek a TCP dumpnak, ami éppen fut, hiszen a PID-et kell egyébként megadni neki. És láthatjuk, hogy megtalálta ezt az alkalmazást, mutatja, hogy a parancsot, mutatja a file descriptorok, amik ugye az adott processhez tartoznak, mutatja, hogy egyébként milyen flagek érvényesek rá, itt lehet látni, hogy ez csak írható, ez olvasható, és itt ugye ennek van capability-je, és akkor lehet látni, hogy milyen capability-k tartoznak hozzá. Nyilván valami, aminek nincs capability-je, ez a BPF érvényessége, ez most itt nem lett limitálva. De mondjuk ezek a standard input-output error, ezeket szépen leszűkíti, de a fentiek mentén. Tehát tulajdonképpen látható menet közben is az egésznek a működése. És akkor, amit mondani akartam, az a komolyabb része a problémának, hogy hogyan bontsunk fel alkalmazásokat, hogyan sandboxoljunk alkalmazásokat. Ez egy nagyon méretű alkalmazás esetében már nem triviális. Nagyon sok időt el lehet vele vesztegetni, és ezt belátták a Capsicum fejlesztő is. Úgyhogy a Capsicum 2010 közepén történt debütálása után elkezdtek dolgozni valami többen, és 2012-ben megjelent egy cikk ebben a témában, ezt a Security Oriented Analysis of Application Programs nevű frameworköt készítették el, vagy kezdték el fejleszteni, ami arról szól, hogy próbáljunk meg segíteni a programozónak az alkalmazásoknak a felbontásában. Tehát nem egyszerűen csak annyit csinálunk, hogy azt mondjuk, hogy jó, akkor itt vannak az eszközök is használd, hanem a Capsicum igyekszik nagyon ügyes módon, és azt nagyon jól csinálja, kompatibilis maradni az eddigi rendszerekkel, és lehetőséget adni arra, hogy ugye a C-ben megírt kódbázisunkat minél kényelmesebben át tudjuk alakítani erre a rendszerre. És akkor ez javasoltak egy tulajdonképpen prototípus szinten már működő rendszert, ezt a szópot, és látható, hogy itt egyébként a Clang használatával oldják meg ezt az elemzést, hiszen tulajdonképpen nincs másról szó, mint statikus kódelemzésről. Tehát vesszük a C forráskódot, vagy C++ forráskódot, és annak a vizsgálatával teszünk javaslatokat a programozó számára, hogy hogyan lenne érdemes fölbontani az alkalmazásunkat, és ebben ilyen annotációk segítik. Tehát arról van szó,
hogy nem egyszerűen csak azt mondjuk, hogy akkor itt az alkalmazás, és akkor bontsd föl nekem, hanem azért bizonyos információkkal segítsük az elemzést is. Tulajdonképpen annotáljuk ugye a kódot, ez az annotáció maga, hogy azt mondjuk, hogy ez a változó szerintünk csak olvasható legyen, ez csak írható, ez a rész itt talán jó lenne, hogyha sandboxba kerülne, meg az is, de nem vagyok benne biztos, és akkor beelőgetjük ezeket a részeket, és ugye ezt tulajdonképpen figyelembe veszi a kódelemző, és megvizsgálja a statikus és dinamikus módon. Tehát itt igazából a Clang nem titkoltan, ezért is került bele a FreeBSD alaprendszerébe, nem csak azért, hogy kiszorítsa a GCC-t, bár sokan azt mondják, hogy a GPL miatt volt az egész, nem teljesen, azért vannak előnyei is, például az LLVM framework ott van mögötte, és a fejlesztők könnyűszerrel mondhatják azt, hogy jó, akkor használjuk az LLVM-et, hogyha már itt van, hiszen abban van egy parser, azért föl tudja dolgozni, szintaxis felvel tudja alakítani a kódot, és különböző elemzéseket lehet rajta programozni egyszerű pluginként, hiszen az LLVM-nek pont ez a lényege. És ugye ezt statikus módon meg tudja vizsgálni, tehát a program futtatása nélkül meg tudja vizsgálni, hogy milyen pontokon lenne érdemes felbontani, hogy melyik lenne a helyes felbontása, melyik lenne a hatékonyabb felbontása. És ugye ezeket elemzi, és ennek megfelelően ad javaslatokat a programozó számára. De látható, hogy dinamikusan is képes ezeket a kockázatokat és elemzéseket elvégezni, vagy kockázatelemzést elvégezni, méghozzá a Wallgrind segítségével, hiszen az LLVM-nek van olyan kiegészítése, hogy a Wallgrindnak át tudja adni ezeket az információkat, ezeket az annotációkat, és igazából a Wallgrind, ugye ez egy olyan tool, ismerős valakinek egyébként? Ugye az arról szól, általában ilyen memóriahibákat szoktak keresni, ilyen memória túlírás, aluírás, stb. Ez egy nagyon hasznos debug eszköz, tehát hogyha memóriahiba van a programunkban, a Wallgrind nagyon sokat segít a megtalálásában. Tehát a Wallgrind tulajdonképpen most ebben az esetben abban segít, hogy megvizsgálja azt, hogy volt-e valamiféle szabálysértés. Tehát most tulajdonképpen a capability-t használtával mi definiáltunk, mondhatni egy ad hoc policy-t, hogy hogyan kell az alkalmazásunknak biztonságosan működnie, ugye mikor milyen jogosultságokkal fusson, és a Wallgrind, amikor lefuttatja a programot, akkor figyelembe veszi, hogy valóban teljesítette az elvárásainkat. És ugye ezeket az adatokat összegyűjti ez az eszköztár, és a programozónak készít ebből egy ilyen javaslatot, és megmondja azt, hogy akkor most ez jó volt, vagy nem. Ezt egyébként úgy hívják, hogy compartmentalization hypothesis, tehát ez igazából egy ilyen felbontási javaslat a programozó számára. Ugye ez azért jó, mert két oldalú, egyrészt maga a program is tud javasolni, de a programozó is javasolhat egy ilyen hipotézist, és a kettő összevetéséből egy ilyen iteratív fejlesztési ciklust kapunk, tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy a programozó lesz ugye a visszacsatolás ebben a rendszerben, megkapja ezeket a javaslatokat, továbbfejleszt egy kicsit a specifikációt, a felbontást finomítja, és ezzel előbb-utóbb eljut egy olyan szintre, amikor már azt mondja neki a rendszer, hogy jó, akkor nem tudok erre kritikát mondani, úgy tűnik, hogy ez működni fog. És egyébként az első nem tűnik nagy dolognak, de nagyon sok esetben segít a programozónak abban, hogy ne járjon be egy csomó lehetőséget, ugye ne jusson zsákutcákba. Amikor fölbontjuk az alkalmazásunkat, akkor szinte gyorsan, vagy lehetőleg hatékonyan rátalál arra a kompromisszumra, ami egy ilyen alkalmazás felbontásánál kivitelezhető. És akkor itt látható, nem teljesen, de valamennyire, hogy hogyan is néz ki egy ilyen annotáció. Ott ugye ez a rendes C-kód lenne egy main függvény, egyébként ez a gzip utility-nek a main függvénye, és itt lehet ilyeneket látni, hogy sandbox persistent, meg readfd, meg writefd, azok a két találkozási jellel kezdődő részek, azok az annotációk. Tehát igazából itt egy C-kódot kell elképzelni, mert vannak még plusz keywordök, akik segítségével lehet jelölni, hogy akkor melyik része mire gondoltunk, és ezeket tudja értelmezni a rendszer, és hogyha lefuttatjuk ezt az elemzést, akkor ezek alapján ő meg tudja mondani, hogy akkor mi történne, vagy hogyan működne ez az egész. Tehát mielőtt még ténylegesen nekiesnénk sandboxokat létrehozni, ő már tud tippeket adni arra vonatkozóan, ez most jó ötlet volt-e vagy sem. Tehát ilyeneket lehet vele csinálni. És akkor mi van még? Ugye már nincs még ennek a capability történetnek, hiszen nem adják alább a kollégák, és azt mondják, hogy azért még tovább kellene mennünk, hiszen mint biztonsági kutatók tisztában vannak azzal is, hogy ezek a capability rendszerek nagyon szépek és jók, csak a hagyományos processzorok, amiket most használunk, ugye a jelenlegi védelmi módszer, ugye a különböző angolul ring ilyen szinteknek a létrehozása, az nem feltétlenül támogatja ezeknek a rendszereknek a felépítését. Ugye ott alapvetően arról van szó, hogy a virtuális memória rendszeren keresztül tudunk védelmet is visszaszolgáltatni, hiszen szegmensek vannak, azokra a jogosultságot tudunk definiálni, és azok nem tudnak hozzáférni egymáshoz, hogyha úgy definiáljuk, de igazából az már megköti a kezét annak, aki erre a biztonsági rendszert akar építeni. Úgyhogy úgy döntöttek, hogy megkerülik ezt a féle problémát is. Nem egyszerűen új kernelt építenek maguknak, hanem egy új hardvert is. És ebből lett ez a Capability Hardware Enabled Instructions, vagy CHERI röviden, ami nem maga a hardware, ez csak a
kiegészítésnek a neve. Tehát arról van szó, hogy vettek egy MIPS 64 utasításkészletet, és azt kiegészítették olyan regiszterekkel és utasításokkal, amik lehetővé teszik azt, hogy capability szintű támogatásunk legyen már hardveresen is. És erre építettek egy BlueSpec segítségével. Ez egy ilyen processzor áramkörtervező eszköz, leíró nyelv, amit egyébként Haskellben készítettek. Tehát annak segítségével építettek egy processzort is, illetve egy tervet, amit úgy hívnak, hogy Berry. És ebből készült is egyébként egy prototípus, ez látható itt a képen. Tulajdonképpen ez egy ilyen tablet lenne, csak kicsit mollett változat, de tulajdonképpen az lenne a céljuk, hogy ilyen tabletszerű rendszerekbe lehessen használni, és nyilván a MIPS az azért esett a választás ugye erre a kategóriára, mert nyilván beágyazott rendszerekbe akarják használni, ez ott nagyon jelentőség ezeknek a biztonságos rendszerek felépítésének. Tehát látható, hogy itt tulajdonképpen fut rajta egy Unix típusú rendszer, gondolom kitaláltátok, hogy milyen, nyilván FreeBSD, hiszen a FreeBSD fejlesztők számolt igen nagy ott a számítógép laborban, és nyilván nem mást fognak rátenni. Igen, és ez azt is jelentő, természetesen ezen az architektúrán képes bebootolni a FreeBSD. Van egy változat, hogy hívják a CherryBSD. Azt hiszem azóta már vissza is mergyölték egyébként a FreeBSD körrendben ennek a módosításait, ami lehetővé teszi, hogy lehessen ezen a hardware-en futtatni. Szóval az a lényeg, hogy tovább folytatták a fejlesztést azzal, hogy készítettek egy hardware-t, és ugye meg elkészítették hozzá a támogatást. Itt megint egyébként jól jött az LLVM toolchain-nek a használata, hiszen a csapatban dolgozik egy LLVM fejlesztő is, aki természetesen elkészítette a szükséges kódgenerátor támogatást. Ez a speciális architektúra, az is nyilván nagyon jól haladnak a fejlesztéssel. Igen, tehát ez egy működő prototípus is használható, de nyilván még fejlesztés alatt van. És itt lehet látni egyébként mondhatni a tervet, hogy hogyan akarják meghódítani a világot. Láthatjuk, hogy itt a hagyományos processzorra építkezve valami ilyesmiféle rendszert tudunk felépíteni a Capsicum segítség, ami nem olyan rossz, de lehetne jobb is, és sajnos nem annyira láthatóak szerintem a szövegek, de megpróbálom elmagyarázni. Tehát a sötét rész az azt jelenti, hogy ezt mind hagyományos utasításokkal, hogy a rendes szegmentálási rendszerben akarjuk korlátozni. Ugye azt láthatjuk, hogy meg lehet azt csinálni, hogy mondjuk van egy processzorunk, arra felteszünk egy SAN hypervisort, arra ugye felteszünk valami kernelt, és annak van valami virtuális memória rendszere, és ugye ott van a Capsicum kernel, ami szépen sandboxolja a megfelelő részeket, és ugye ezen futnak alkalmazások, a libc, mallok és egyebek segítségével. Mindenki vidáman megvan, itt láthatjuk, hogy itt vannak a különböző szegmentálási határok, hogy melyik ring meddig ér el és hogyan lehet használni ugye a védelem megvalósítására. Viszont azt láthatjuk, hogy ha a cserit választjuk, a cserére építjük föl, akkor kicsit kifehéredik, legalábbis kiszürköl a kép. Ez leginkább azért van, mert itt látható, hogy azok a részek, amik minél világosabbak, annál több capability utasítást tud használni, annál inkább ki tudja használni hardware-esen is a capability-nek a lehetőségét, tehát az, hogy delegálja ezeket a jogköröket és dinamikusan szabályozza. És azt láthatjuk, hogy szinte ott a tetején lehet látni egy-két alkalmazást, a Standard Unix alkalmazás, vagy a Standard C-nek, vagy C++-nak a runtime-ja, azok, amik még hagyományos utasításokkal futnak, tehát meg tudják tartani a kompatibilitást. De az összes többi rész, mondjuk, ami föl van rá készítve, az képes akár teljesen pusztán capability módban futni. Tehát ráadásul ez mind párhuzamosan, hiszen a Cherry képes ezeket összekeverni. Tehát a Cherrynek egy nagy előnye az, mint hogy a Capsicumnál is megvan, hogy nem leváltja az eddigi rendszert, hanem kiegészíti, kibővíti és kompatibilis marad az eddigiekkel. Tehát ő simán el tud futtatni tetszőleges régi típusú kódokat is, de mellette lehetőségünk van arra, hogy szépen folyamatosan bevezetjük ezeket a capability alapú rendszereket, és itt lehet látni, hogy tisztán capability alapú rendszert is felépíthetünk a segítségével. Nem kötelező, de nyilván ez a cél. Csak ugye itt most fontos arra gondolni, hogy ez az iparban milyen könnyen fog elterjedni és mennyire használható. És akkor egyébként itt a végére még betettem ezt is, hogy egyébként hogy néz ki ez a hardware-es megvalósítás. Tulajdonképpen csak ennyi, egy ilyen speciális regiszter. Az eddigiek alapján egyébként nem annyira veszélyes, annyi az egész, hogy az egyszerű szegmens leírók helyett nem csak ugye a kezdő címet és a hosszt tároljuk el, ilyen 64 bites rendszerben, ez 64 bitesek lesznek fejenként, hanem ilyen típust is hozzá tudunk rendelni ezekhez az objektumokhoz, amikkel dolgozunk a rendszerben, és mondhatjuk azt, hogy jó, akkor ott az X-bitnek a beállításával jelölhetjük azt, hogy ez egy capability objektum, és ott fent azok az engedélyek, itt az a szürke rész igazából az a fenntartott rész az engedélyeknek, szóval az engedélyek azok érvényesek erre az objektumra, plusz még annak van egy típusa is. Tehát a hardware úgy van megvalósítva, hogy ezek az utasítások nem privilegizáltak, hanem egyszerűen a regiszterek tartalma alapján
nyilván szabálytalan esetben kivételt generálva, szépen tudják hardveres módon is megvalósítani azt, az előbb mutattam, tehát folyamatosan csökkentve ugye a jogköröket, sandboxolni tudják az alkalmazásokat szinte hardverből. De csak akkor nyilván, hogyha szükség van rá, tehát mint mondtam, megtartva a régi kompatibilitást. És hát tulajdonképpen ennyi lett volna röviden az összefoglaló, hiszen csak ennyi félt bele 40 percbe az utóbbi sok-sok év munkájából, de akit érdekel, itt felírtam egy-két linket, hát igazából majdnem mindegyik ugyanaz oldalra mutat, ez több különböző része a projektnek. Ugye látható, hogy itt a számítógép labor honlapján elindulva a Research Security részben érdemes kereskedni, és az a, ez a biztonsági csoportnak magának a projektjei, és akkor a Capsicum az egy külön projekt, ott rengeteg cikket és blogposztot, videót, egyebet lehet találni. Ez a CTSRD, ez a Custard projekt, ez igazából az, ez a, összefoglalja ezeket a kutatásokat, és akkor ugye azon belül megtartó a SOAP, ugye ez az elemzés, ez pedig a CSERI, ez a hardware architektúrának a dokumentációja és az azzal kapcsolatos publikációk. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, részem ennyi lett volna.